Spit, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a Szentesi koncert után. Hát nem emlékszem olyan koncertre, hogy ilyen táncra perdült a közönség, amióta én itt dolgozom. Iszonyatosan lehengerlő előadás volt. Az első kérdésem mindig az előadóhoz az, hogy hogyan érezte ő magát a színpadon, illetve hogyan éreztetek ki magatokat a másti. Nézd, amikor feláll a közönség és táncol, az egy annál jobb pozitív visszajelzés egy zenekarnak, meg egy frontembernek, zenekarvezetőnek nem is kell. És ilyenkor mindig visszakapunk minden energiát, sőt még többet, mint amit befektettünk a koncertbe. Úgyhogy ezzel az élményen tudunk távozni erről a helyszínről. És egyébként örülünk, hogy újra és újra megtörtént ez itt egyébként Szentesen, hogy a lecsavarozott székes teremben, ha nem is kirúgva maguk alól a széket a közönség, de felálltak, és velünk voltak, és jöttek velünk, és kicsit átérezték tényleg azt a feelinget, amit hozni akartunk ezzel a fun kis dologgal. Az utolsó alkalom, amikor beszélgettünk, akkor ugye az Ups and Downs lemezzel kapcsolatosan kérdeztelek, most viszont már itt van az én kezemben is a legújabb kiadványotok, ez a Sweet Lemon címet viseli. Mesélj kicsit kérlek erről az anyagról. Ez egy nagyon energikus új anyag, a Sweet Lemon, egy vicces névválasztás egyébként, ez is ebben nagyon jó vagyunk, és tele van nagyon energikus, magas energiaszintű, modern hangvételű, de mégis a klasszikus értékeket alapul vévő dalokkal, és hát leginkább a címadó dalról tudok mesélni, a Sweet Lemonról, ami egy óriási funky sláger, egy ilyen slágeres, ilyen rádiós nóta, a megszokott kevés vokállal a refrénben és hangszeres szabadsággal, a dalban jó kis funk kis groove-okkal, és hát ez jellemző az egész lemezre, van már róla amerikai rádiós sikerünk is, a Donut Jam, amit Gutics Martin basszusgitárosunk írt, és vannak sztár vendégeink a lemezen megint csak, például Michael Thompson, aki az Endless Road című dalunkban közreműködött, és a mai estén is egyébként eljátszottuk, és még sok mindenki más, úgyhogy mindenképpen érdemes belehallgatni. A koncert előtt végig görgettem a Facebook oldalatokat, és láttam, hogy a közelmúltban az a 38 hajón adtad a koncertet Michael Linktonnal, dán amerikai szaxofonossal. Hogyan jött az ő közreműködése ez az előadáshoz? Michael-lel még a 2016-os Dave Cascuzon találkoztunk először, és ott egy nagyon közeli ismeretség kialakult. Elkezdtünk arról beszélgetni, hogy kéne valamit közösen csinálni, aztán újra és újra találkoztunk különböző amerikai tengeren túli fesztiválokon, jazz rendezvényeken, és nagyon megerősödött bennünk ez a szándék. És aztán egyszer csak eljött Linton Magyarországra, Budapestre, eltöltött egy pár napot, és megragadtuk az ő kezét, levittük a stúdióba, csináltunk vele közösen egy dalt, az Anything For You-t, ami egyébként egy szerelmes ballada, és aztán ennek kapcsán elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát ezt elő is kéne adni élőbe. És az Amerikában nem jött össze, viszont a poén az, hogy végül is Budapesten jött össze, tehát ő jött megint csak Budapestre, és hát egy óriási hangulatú koncertet tudtunk vele közösen adni, úgyhogy nagyon jó volt. Talán még a közeljövőre térnék ki. Milyen tervek vannak most a zenekar előtt? Nagyon frissek a tervek, mert hogy záros határidőn belül el kell, hogy készítsük az új lemezünket. Azért mondom, hogy kell, mert komoly határidőket szabtunk magunknak. Ki vannak tűzve az új rádiós kislemezek, amiket majd promotálnunk kell az amerikai rádióknál, úgyhogy ezeknek tényleg el kell készülni, és azt tűztük ki célul, hogy ezért az év első részét azt végdolgozzuk, úgyhogy össze fogjuk rakni a 8. stúdió lemezünket, ez már biztos, és aztán ki vannak tűzve különböző sztárvendégekkel koncertek még a 2024-es évben, erről még nem mesélek, de majd online mindent posztolni fogunk időben. Hát nagyon szépen köszönöm az idődet, és rengeteg ilyen koncertet kívánok nektek. Mi is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönöm szépen.